Egy újabb részlet következik Lothar Hirneise német rákkutatónak az előadásából, amelyben egy újabb dogmáról rántja le a leplet. Nevezetesen arról, hogy a sugárkezelés az mennyire hatékony, meg egyáltalán mire alkalmazzák. És ezért nagyon fontos az, hogyha olvas valamit, vagy hogyha az orvosa azt mondja, hogy van itt egy kutatás, ami azt igazolja, hogy ez a kezelés 30%-kal jobb, akkor mindig az az alapvető kérdés, hogy összehasonlítva mivel? Ez a legeslegfontosabb minden kutatásnál, összehasonlítva mivel? És ugyanez érvényes a sugárkezelésre, és a sugárkezelésnek a jelentőségét teljesen elbagatelizálják. Abban az értelemben, hogy azt mondják, hogy a sugárkezelés megöli a rákos sejteket, de az egészséges sejteknek nem csinál semmit. Csak ez nem stimmel, ez egyáltalán nem stimmel. Pontosan tudjuk, hogy 0,2 gray, ez a sugárzás mértékegysége, rákos sejteket hoz létre a szervezetben. Egy mellrák kezelésekor a nő 54 gray sugárzást kap. Ez 270-szerese annak a mennyiségnek, amelyik új rákos sejteket hoz létre. Ha egy radiológus azt mondja a páciensnek, hogy az nem tesz semmit, hogyha én önt sugárkezelem, az csak egyetlen egy ok miatt mondja. Ha elmondaná az igazságot, nem volna egyetlen egy asszony sem a Földön, aki hagyná magát sugárkezelni. És a besugárzások nagyon-nagyon sok szörnyű dolgot okoznak a szervezetben, amiről egyáltalán nem vitatkozunk. Ha egy radiológus most készületlenül kapnak el, kérdezzék már tőle, hogy miért van az, hogy sugárkezelés után mindenki fáradt. Kérdezzék már meg egy radiológustól. Azt szokták mondani, hogy hatékony és olcsó 10 besugárzás 12 ezer euróba kerül Németországba. És van itt még egy dogma, egy példa, egy nőnek kioperálják a daganatot a melléből, és utána kap egy sugárkezelést. Ezután az első kérdést egy logikus ember számára, amilyen én is vagyok, tulajdonképpen mit sugároznak be? A tumort már teljesen eltávolították, komplett kivágták az egészséges részből. Mit sugároznak be tulajdonképpen? És ekkor jön az összes radiológus kedvenc szava, mikrometasztázisokat. Ezek a mikroátlétek az onkológiában egyedülálló rákos sejtek, amelyek szétszórva és elrejtőzve az egészséges szövetben vannak. Ha önök közül valaki talál egyet is, Nobel-díjat fog érte kapni. Eddig még soha senki nem látott és nem talált ilyen dolgot. Eddig még az egész világon egyetlen egy patológus vagy kutató nem látott még ilyen mikroátlétet. Ha ezt a dogmát a mikrometasztázisokról kivesszük a képletből, a világon lévő sugárkezelő gépeknek a 90%-át ki lehet dobni a kukába. És ez a dogma egyáltalán ezért lett kitalálva, hogy ezeket a sugárkezeléseket lehessen csinálni, mert ezt soha nem azért csinálják, hogy egy tumor kisebb legyen.